Október 1-e az idősek világnapja. Az ENSZ 31 éve nyilvánította ezt a dátumot világnappá. Napjainkban körülbelül 600 millió 60 év feletti személy él a világon, számuk 2025-re pedig akár meg is duplázódhat. Az egész életen át tartó munkájukat köszönték meg Pécsett a Baptista Szeretett Szolgálat idős otthonában. A Baranya megyei önkormányzat elnöke meglepetéssel készült a szépkorúak számára. Az idősek világnapja alkalmából tartott rendezvényre az idei évben meglepetésként baranyai termelők által előállított mézet hoztam. Azzal a céllal, hiszen október van, a Covid az már reméljük, hogy a múlté, de más felső légúti betegségek természetesen vannak, és én is úgy tanultam a nagyszüleimtől, hogy ilyenkor a méz az mindig segít. Bízom benne, hogy sok baranyai pécsi idősnek fog segíteni a méz. Az intézmény lakóinak most hoztunk egy nagyobb mennyiséget. Őri László köszöntőjében elmondta, hogy a fiatalok mindig is hálásak lehetnek az előző generációknak. Az elnök úgy fogalmazott, mindaz, ami bennünket körülvesz a mai világban, az ő munkájuk eredménye. Minden évben Baranya szerte és Pécsett is megköszönik az időseknek az értünk és a környezetünkért végzett munkájukat.